tavainál lényegesen több látogató, valamint számos nemzetközi kiállító és jó hangulat jellemezte a Hungexpo Budapest kongresszusi és kiállítási központban megszervezett 29. FEHOVA, vagyis a Fegyverhorgászat-Vadászat nemzetközi kiállítást. Egy színes csokorba gyűjtve prezentáljuk Önöknek az esemény tematikus történéseit, helyszíneit. Első körben a horgász standot mutatjuk meg, ahol csalikról, horgászbotokról, tiszai horgászatokról, valamint konkrétabban a jászkeszegről érdeklődtünk. Általában március környékén elkezdenek összegyűlni a jászcsapatok, ugye az ívásra készülve összeverődnek. Hát március az egy jó időszak, majd április végétől szintén még lehet őket fogdosni, ha nem túl meleg a víz. Egyébként is a tavasz az egy nagyon jó időszak a folyón, ugye ez a megújulásnak a hónap, és ez a természetben a folyón is így van. Nagyon sok hal keresi fel az ívó területeit, és akkor ilyenkor aktívan mozognak és táplálkoznak is. A jászkeszeg nem egy kimondottan ragadozó hal, hanem ő egy mindenevő hal, nem is nő túl nagyra. Amiket mi fogtunk is annak idején, ez a 1,5-2 kilós jász, az kifejezetten ritka. Emiatt nem kell túl erős felszereléssel készülni, hanem ultralight pergetéssel horgászunk rájuk. Hát botban ez azt jelenti, hogy ilyen 1-10, 2-12, esetleg 5-20 grammos bot, de annál erősebb botra nincs szükségünk. Kisméretű 1000-es, 2500-as pergetőorsó és valami vékony monofil vagy fonot. Annak idején nagyon sokat horgáztunk monofil zsinorral, ma már az átfordult bennem is, inkább fonot zsinorokkal horgászunk, és hát egy rugalmas bot kell, ez mindenképp, hogy nagyon rugalmas legyen a bot, főleg ha fonottal horgászunk, mert ugye a jászkeszegnek puha a szája, nem olyan, mint egy süllő, és vékony ultralight felszerelésre van szükség. A horgászat nem csak a halról szól, hanem arról a személyes élményről is, melyet a vízpartján eltöltött idő jelent. Tokajban születtem, a Tisza meg a Bodrog találkozásánál nőttem fel, én mindig is folyóvízen horgáztam, úgyhogy számomra a Tisza meg a Bodrog az, ahol meg tudok nyugodni és ki tudok kapcsolódni. Én abszolút folyóvízi horgásznak tartom magam. Ez lehet a varázsa, a kapás élmény az, hogy rögtön a kezedbe a bot közvetíti a kapást, és akkor érzed, hogy még meg nem fogtad, de legalább meg tudtad annyira téveszteni, hogy kapást értél el. Szerintem a kapás élmény, számomra legalábbis a kapás élmény az, ami a pergetésben ilyen nagyon különleges. Eleve a természet szeretet az nagyon fontos a horgászatban. Maga az, hogy mindig valami újdonságot tudunk kipróbálni. A csönd, a béke, a nyugalom. Azon kívül azért elég sok gondolkodni valót ad az, hogy ha éppen nem eszik a hal, hogy miért nem eszik, és mit kell változtatni, vagy mit kell. Ez nem csak csalin múlik, ez múlik a horogkötéseken, az, hogy látni kell a vizet, érezni, hogy körülbelül hol mozoghat a hal, miért ugrott ott, miért van az a túrásod, mivel lehet egy kicsikét úgy stimulálni a halat, vagy felkelteni az érdeklődését, hogy a mi csalinkat kapja be. Tehát mindig ad egy kis gondolkodási lehetőséget arra, hogy az ember kiteljesedjen ebbe a dologban. A bojlizásról, a régi és a mai kor változó módszereiről is többet tudhattunk meg. Annak idején a 80-as évek közepén Desedára jártunk le horgászni, és akkor német horgászoktól láttam először a bojlizást, hogyan is csinálják ezt a fajta horgász módszert. Maga a csali gyártásban már nagyon nagy újdonságokat nem lehet kihozni. Mindenkinek megvolt a maga ötlete, a maga lehetősége, hogy valamit kitaláljon egy kicsit másabbat, kicsit újabbat. Most a bojlizás annyit változott igazából a régi bojlizáshoz képest, hogy ezek a nagyon-nagyon hosszú túrák úgymond most már lassan elmaradnak, mivel felgyorsult a világ borzasztóan. Tehát kialakult ez a úgymond gyors bojlizás ezekkel a különféle oldódó golyókkal, a különféle fluoreszkáló csalikkal, amik hirtelen odarántják a halat, és aztán vannak azok a fajta horgászatok, amint mondjuk egy Balatonon, vagy egy Atkai Holtágon, vagy a Tiszatavon, vagy egy Desedán, ahol több napra az ember beül, és igenis ki kell várni a nagy halat. Ketté vált ilyen szempontból a bojlizás. Maga az alap az ugyanaz, csak a finomítások vannak ebbe és abba az irányba is. Horgász Oszkár bácsi meséi. Milyen horgászati technikák léteznek?
Nagyon sokféle horgásztechnika létezik, mert különféle vizekre és különféle halak megfogására más és más módszereket fejlesztettek ki a horgászok. Ezeket négy csoportba sorolhatjuk, amelyen belül számtalan változat van. Az úszós horgászatnál a kapást egy vízfelszínén lebegő úszón észleljük. A fenekezésnél a meder alján lévő csalinkkal egy a zsinórra tett kapás jelző a kapcsolat. A pergető horgászatnál a műcsalik bevontatása közben történik a rávágás. A legyező horgászatnál pedig vagy a kézben tartott legyező zsinóron észleljük a hal érdeklődését, vagy látjuk, amint lehörpinti a víz tetején lebegő műlegyet. A folytatásban a Fehova izgalmas forgatagának azon részén teszünk látogatást, amely a világhírű magyar állati domár Hubert Géza Wells-ről emlékezik meg. Adásunkban mi is bemutattuk már korábban Géza bácsi életét, de most olyan személyekkel beszélgetünk, akik közelről ismerték őt. Nyilván ismerik azokat a nagyformátumú színészeket, akikkel ő együtt dolgozott. Csak hogy néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül, Robert Redford, Meryl Streep. Ismerik azokat a filmeket, amelyekben ő állati domárként közreműködött. Távol Afrikától, Dr. Dolittle. De magáról Hubert G. Wells-ről, vagy hogy nevezzük ugye a magyar nevén, Wells Hubert Gézáról sajnos nagyon keveset. Ami egy picit problémás, ugyanis én azt gondolom, hogy egy olyan, nyugodtan nevezhetjük így, világsztárról van szó, aki azért kis hazánknak a hírnevét jócskán öregbítette, noha az igazi filmes eredményeit, sikereit ugye akkoriban már kettős állampolgárként érte el, viszont soha nem tagadta meg a gyökereit. Van egy mondata a könyvében, ami a következőképpen hangzik. Kalifornia az otthonom, de Magyarország a hazám. Kétszer is ide állt, 56-ban legelőször. Aztán hazajött a kutyáért, meg a madaráért. És ő nem akart elmenni Amerikában, ő Ausztriában, leginkább Ausztriában akart maradni, mert az édesapja ott élt. Megkapta a német vízumot, aztán amerikai repülőre került, és így került ki Amerikába. De ehhez még az is hozzájárul, hogy Bécsben találkozott egy állatokhoz értő emberrel, aki azt mondta, hogy ezzel a te tudásoddal itt Európában nem érvényesülsz Amerika a jövőt. És ő így ment el, és sok nehézség és viszontagság útján került be a filmiparba, és csodálatos dolgokat alkotott. Eleinte reklámfilmeket forgatott. Kisebb néhány másodperces spotokat, utána egyre komolyabb munkákkal bízták meg, és végül a legtöbb hollywoodi stúdiónak szerződéses munkatársa lett, nagyon sok állattal foglalkozott. A kedvence bevallása szerint egyébként a nagymacskák közül került ki, mind a leopárdot, mind az oroszlánokat rendkívüli módon szerette. Ez egyébként egy gyermekkori vonzalom volt számára. Nagyon sokat olvasott. Édesapja erdőmérnök volt, vadászott. A vadászok védőszentje iránti tiszteletből kapta eleve a Hubert keresztnevet. És hát otthon elég gazdag vadászati könyvtár állt rendelkezésére, úgyhogy már fiatalon megismerkedett olyan Afrika vadászoknak a könyveivel, akiket manapság mi is szívesen forgatunk és szívesen olvasunk. Régi szóval, szüleim szavaival élve, nagy magyar ember volt, és ő mindig azt mondta, hogy Magyarország a hazája. És többek között ezért is szerette volna a Fekete István Emberek között című regényét filmre vinni, és mindezt Magyarországon szerette volna megvalósítani. Amerikában megtehette volna bármikor, de azt mondta, hogy Magyarország a hazám, és ezt én a hazámnak ajánlom. Óriási hatással volt rám. Rengeteg régi filmes relikviát, fotót megmutatott. Kalandos életéből nekem ez az egy nap jutott. Soha többet nem is találkoztam utána vele, egyszer még írt nekem egy lapot. De hatalmas, nagy hatást gyakorolt rám, természetesen utána rögtön megvettem a könyvét, elolvastam, és ma már, akit érdekel a részletes életútja az interneten, akár magyar nyelven, akár angol nyelven nagyon sok információt megtalál, abszolút átjön
az a magával ragadó személyisége, állatszeretete, természet szeretete, ami, hát lássuk be, sajnos manapság nagyon sok emberből hiányzik. Erdő Ernő bácsi meséi. Hogyan lehet lefesteni a természetet? Ha úgy érzed, megérint az erdők hangulata, szívesen rajzolsz, és nem elégszel meg a még oly gyönyörű fotókkal sem, neked festőnek kell lenned. A természet megfestése nagyon nehéz. Egy képben kell összpontosítani gondolatokat, érzéseket, és visszaadni a természet szépségét. Festőként magadat is beleviheted az alkotásaidba. Beszélhetsz a képeiddel. Ne habozz, ha el akarod mondani a kimondhatatlant. Csak fess! A továbbiakban a természet ábrázolással foglalkozunk, azon belül is a festészettel. Műsorainkban számtalan alkalommal mutattunk már be olyan művészeket, akik képeikkel elbűvölték a természetet és a művészetet kedvelőket. Elsőként Valackai Erzsébet mesél arról, hogy számára mit jelent a természeti környezet, illetve honnan inspirálódik az alkotás folyamatához. Kint lenni, élőben, távcsővel megfigyelni, érezni az állatnak a szagát, a mozgását látni, a hangját hallani, azt mindenképpen bele kell tenni a képbe. Tehát, hogyha nincs élményem, lehet, hogy neki láthatnék egy fotónak a másolásába, de az teljesen más. Azt megoldotta már a fotó. Abban én igazából nem vagyok benne. Meg kell terveznem ezt a képet valamilyen szinten, de nálam menet közben alakulnak a képek. Én emberekbe elég sokat csalódtam, de a természetben még sosem. És mivel olyan helyen lakom és dolgozom, hogy szinte a konyhaablakból nézhetem, hogy az őzek napoznak a domboldalba, én úgy gondolom, hogy a természet szépsége, meg az egyszerűsége sokszor sokkal többet ér, mint akármilyen hegyi beszéd, meg korteskedés, meg egyebek. Tehát úgy gondolom, hogy a természet olyan kincseket rejteget, amit jó, hogyha mindenki megismer, megláthat, és hogyha én bennem van egy kis plusz, hogy ezt meg tudom jeleníteni, valamilyen szinten át tudom adni, akkor miért ne tegyem. Én örömömet lelem benne, és akkor talán mások is örömüket lelik abban, hogy a természetet megismerhetik. Dr. Kun Edith szerint is a személyes élményszerzés az egyik legfontosabb alapeleme az alkotásnak. Ez itatja át a művész lelkét, valamint ennek kivetülése az, ami a későbbiekben a vászonra kerül majd. Egy belső folyamat kell, hogy bármi külsőt elindítson. Mindig lélekben és gondolatban jelenik meg, amit a külvilágban szeretnénk megvalósítani. Ez természetesen a motiváció, az egy élmény anyag kell, hogy legyen, főleg festmények esetében, tehát valóban tényleg ki kell menni a területre, és ott magunkba kell gyűjteni azokat az impulzusokat, amit aztán festővásznon meg tudunk örökíteni. De ennél sokkal több szerintem az, hogy egy mérhetetlen belső hit kell egy alkotó embernek. Amit elhiszek magamról, hogy azt meg szeretném, vagy meg tudom valósítani, azt valóban meg fogom tudni, amit nem, hát azt meg nyilván nem. Nagyon-nagyon fontos, hogy a fókuszt mire tesszük az életben. Mit akarunk meglátni? És mi az, ami azt a látásmódot inspirálja? Amennyiben az az élet szépségébe, az élet örömbe, az élet igenlésébe vetett hit, a teremtő jóságába, és hogy van fölöttünk egy olyan, ha szabad ezt mondani, isteni hatalom, amely gondját viseli az emberiségnek, személy szerint minden embernek, akkor egy ősbizalom ki tud bennünk alakulni. És azzal túl tudunk lépni, és tovább tudunk lépni a hétköznapok rögvalóságán, és bele tudjuk vinni a szépet és a jót az életbe. Szerintem az a legfontosabb, hogy azt meglássuk, és visszaadjuk, és közvetítsük. Sőt, a mai világban különösen, mert ugye azt mondják, hogy a Jóisten minél több árnyékot enged, vagy jön a világba, annál inkább a fény ragyogása az ki tud tűnni abból.
ez egy belső folyamat. Tehát csak belülről elindítva, lélekből, szívből lehet. Amennyiben rá tudom magam hangolni a szeretet hullámhosszára, ha ebben tud egy zene inspirációként az alkotásban segíteni, nyilván zenét is hallgatok természetesen, az már elindít egy folyamatot. Ugye egy üres vászon az a lehetőségek végtelen tárháza, ott bármi lehet. Csak azt tudom rávinni olyan módon, hogy azután nekem is a tetszésemet elnyerje, ami szívből jön. És ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat, és valahol ezt érzem minden alkotó emberben, vagy ha szabad így fogalmazni, művész emberben, és ezért lenne érdemes rájuk figyelni egy kicsit a világnak, hogy ők az érzékeny lelkek a világnak az impulzusait, akik legelsősorban le tudják venni, és le tudják képezni, és azt vissza tudják szeretettel átítatva adni. Nagyon-nagyon fontosnak érzem tehát a szeretetet és a hitet. Ebből a szempontból is. Ez egy belső lelki rezdülés, az a hullámhossz összejöjjön. És még azt is elmondom, hogy olyankor, amikor alkotok vagy festek valamit, olyan szeretetteli állapotba kell, hogy kerüljek, de önmagától is meg is van, tehát ez nem egy kényszer, hogy úgy meg tudnám ölelni a világot, és ez mennyi szépség van benne, és úgy örülök, hogy ennek részese lehetek. Tehát kell hozzá az életöröm, nagyon-nagyon fontos, talán mindennek a legigazabb belső mozgatója. A zene Prihoda Judit grafikus és festőművész tevékenysége során is fellelhető. Kiemelt alkalmakkor Judit úgy készíti munkáit, hogy a zene dallamaival azonosulva rövid idő alatt vászonra viszi a fantáziájában jelenlévő képet. Tulajdonképpen ez már beépült az én megjelenéseimbe, úgymond, tehát hogyha valamilyen kiállítási lehetőség van, valamilyen rendezvényen, akkor gyakorlatilag, hogyha megvannak rá a technikai feltételek, megvannak hozzá, akkor egy-egy performance-t is elő szoktam adni. Ez gyakorlatilag Nyitrától Erdélyig, Sepsiszentgyörgyig, Salzburgig, természetesen Magyarországon is már több városban előfordult. Mostanában egy kicsit kimozdultam az európai, meg a magyar témából, vagyis hát igazából visszatértem, így visszatérő dolog. Én régebben is nagyon sokat foglalkoztam az afrikai vadfajokkal. Mostanában beépült egy kicsit az amerikai állatvilág is, úgyhogy itt a Fehován, a Safari Club standján láthatod, hogy Afrika sorozatom. Van jávorszarval, zerge, megfestve, kiállítva. Az alkotás nem történhet kényszerből. Ezt a művészi tevékenységet csak szívből lehet végezni. Szerintem a legfontosabb, hogy nagyon kell szeretni. Tehát azt a témát, amit az ember választott, gyakorlatilag a megrajzolandó állatokat. Én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon fontos az, hogy személyesen találkozzak velük. Gyakorlatilag ez a legjobb módja annak, hogy megfigyeljem őket, a küllemüket, a viselkedésüket. Nagyon fontos az állatoknak szerintem a lelki élete is. Az, hogy milyen egyéniség, mert mindegyik egy külön egyéniség, ugyanúgy, mint mi emberek. Hogyha ezt sikerül megismerni, ehhez közel kerülni, az egy nagyon fontos dolog, és még ami nagyon fontos, az a támogató háttér, akár a családi, akár a baráti, mert egyedül lógni a levegőben nagyon nehéz. Nem mondom, hogy lehetetlen, de én a saját példámból azt tudom állítani, hogy nekem a szüleim nagyon nagy segítséget adtak a kezdeteknél, ugye tanítattak ebbe az irányba, és most is ugye a párom is egy támogató hátteret biztosít. Erdő Ernő bácsi meséi. Kik azok a természetfotósok? A természetfotósok a világ legtürelmesebb fotóriporterei. Kizárólag a természetet, annak félénk lakóit, érdekes jelenségeit fényképezik. Van, hogy egy-egy jó képben órák, napok, sőt hónapok munkája összpontosul. A jó természetfotós szó szerint egyé válik a természettel. Egy-egy jó kép mögött a vad hihetetlenül alapos ismerete áll. Te is lehetsz természetfotós, hozd el anyunak az élményt egy képben. Irány a természet! Műsorunk utolsó részében a természetfotózásról és filmezésről ejtünk szót. Blaumann Ödön csodálatos felvételeit nézőinknek nem kell bemutatni.
Az elkészített filmek mellett vadfotósunk egy könyv formájában is a nagy érdemű elé tárta az eltelt évek legjobb képeit. A könyvnek a témája a gímszarvas. Nekem a kedvenc vadfajom, állatfajom, gyerekkorom óta nagyon szeretem, szeretek vele foglalkozni, sokat vadásztam rá, sokat vadásztattam rá, sok filmem készült róla, és úgy gondoltam, hogy egy olyan mennyiségű fotóanyag gyűlt össze, amiből egy könyvet szerintem össze lehet rakni, és akkor megcsináltam. A gímnek a teljes életét mutatja be, laikusok számára is, a négy évszakot, az agancsformákat, az agancsnövekedést. Hát amit a gímszarvasról képben be lehet mutatni, én úgy gondolom, hogy a könyvbe beraktam. Biztos van benne még egy-két olyan dolog, amit be lehetne, de hát 21 néhány év alatt nem sikerült megfotóznom. Én még filmes és diával kezdtem el fotózni a 90-es évek közepén. Akkor is csináltam már jó képeket, de a mai digitális technika már annyival jobb minőségű, hogy nagyon sok képet ki kellett hagynom, vagy meg tudtam már fotózni digitálisan, és akkor az a téma az ütötte a másikat, de maradt benne a könyvben egy-két olyan kép, amit a 90-es évek végén fotóztam, mert azóta se tudtam azt a témát megfotózni, és ezért kénytelen voltam berakni az a régi képeket, de viszont azok is úgy nézem, hogy megállják a helyüket a könyvbe az érdekessége miatt. A fiatalok körében is egyre népszerűbbé válik a természetfotózás mestersége. Vadfilmes kollégánk pár jó tanácsot ad most a legifjabbaknak a kiváló felvételek megszületéséhez. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy szeresse, amit csinál, élvezze. Ne azért fotózzon, mert pályázatokat akar nyerni, hanem hogy élvezze azt, hogy kimegy a természetbe, viszi a fényképezőgépét, amivel kezd, fejlődik. A lényeg mindig az, hogy mi jól érezzük magunkat. Utána menni kell, csinálni kell, és hogyha hosszú távon csinálja, akkor biztos, hogy van eredmény. Hát persze, hogy szerencse is kell hozzá, kapcsolatok is kellenek, helyismeret, vadismeret, de ez csak hosszú évek során jön meg. Tehát itt egy-két nap alatt, egy-két év alatt nem lehet olyan szintű eredményt elérni, amit mondjuk már én elértem. Tehát ez idő, és nagyon nagy szeretet kell. Hát ő a természet magában mindig csodás, és akkor az ember még meg is tudja örökíteni, vagy még olyan jelenetet, ami másnak nincs, hát ez mindig ad egy pluszt. Úgyhogy menni kell, ameddig bírunk, meg ameddig a egészségünk, meg a fizikai képességeink megengedik, addig menni kell. Lényegében mindig úgy történik ez az egész terepi fotózás, hogy valamit az ember elképzel, megcsinálja, vagy nem csinálja, de mindig jön valami plusz. És igenis, hát utolsó egy lépés, elrontottam, elzavartam a vadat. Rossz irányból közelítettem, meg elraboltam. Mindig akkor jön valami idegen ember, valaki, jön egy traktor, vagy akármi. Tehát ez mindig benne van, de ez adja azt a szépségét, ami miatt az ember csinálja, mert hát ez nem egyszerű, tehát idézőjelben, de nehéz. Ennek a lényege, hogy sokszor kint kell lenni, és akkor egyszer a vad is eltéveszt, és odáll a kamerám elé, úgyhogy ennyi az egész történet. Csinálni, és szeretve csinálni. Végezetül az iskoláskorúakhoz szólunk következő rövid filmünkben, ahol az erdei iskolák hasznos tevékenységéről hallhatnak pár gondolatot. Az emberi történelem során az erdő korábban a puszta lét fenntartásának egyik fontos forrása volt. Napjainkra azonban említése kapcsán az egészségmegőrzés, a környezetvédelem váltak a legfontosabb fogalmakká. A természet megőrzésének, sőt megtartó használatának záloga a megismerés és ennek nyomán a megértés. Az erdei iskolák ebben segítenek az iskolai tananyagot kiegészítve, gyakorlati példákkal és élményekkel. A gyerekek erdei foglalkozások során játszva érthetik és tanulhatják meg, hogy milyen fontos és hogyan kell a természettel harmóniában élni és dolgozni. Állatbemutató, madármegfigyelés, természetközeli, hagyományos, népi alkotási eljárások, például agyagozás, vesszőfonás, vagy más az erdőben űzhető sportok, mint az íjászat, lövészet, túrázás, színesítik az erdei iskolák programját, de a tanulók megismerik a környék természeti, történelmi és kulturális érdekességeit is.
A hazai állami és magánerdészetek által működtetett erdészeti erdei iskolák komoly minősítő eljáráson esnek át. Kezükben a jövő. Felelősségük meghatározó a következő generáció természetet értő, óvni és védeni képes szemléletének kialakításában, hogy a természet tisztelete immár egész életüket, döntéseiket meghatározó elsődleges szempont legyen.